A cukorbetegség okaira, következményeire és megelőzésére hívja fel a figyelmet ez az egyik videó megosztón látható kisfilm. A Nyíregyházi Kulturális Központban tartott Lássuk a Diabéteszt című világnapon elhangzott, a cukorbetegség két típusa a felnőttek mellett egyre több fiatalt is érint, így a betegség mára gyakorlatilag világméretűvé nőtte ki magát. A világon 415 millióra becsülik a betegek számát, ez borzasztó magas szám. Ha tendenciák így folytatódnak, akkor 2040-re 620 millió körüli beteggel lehet számolni. Magyarországon 6-700 ezer ismert cukorbeteg van, de általában azt mondják világszerte, hogy egy ismert cukorbetegre akár eshet egy másik is, tehát sokan élnek úgy, hogy már valójában cukorbetegek, de nem tudnak róla. A cukorbetegséget megelőző állapotokkal együtt, amikor még nem mondhatjuk ki a cukorbetegség diagnózisát, de már kóros a vércukorszint, hát kb. 1 millió embert érint ez a probléma. Arról, hogy a megyében mennyien szenvednek ebben a betegségben, nincsen pontos adat, számuk körülbelül 30-40 ezerre tehető, de az orvosok csak a betegek töredékével találkoznak a gyógyintézményekben. Ez egy népbetegséggé vált, egy világjárványról, pandémiáról beszélnek. Alapvetően az életmód megváltozása viszonylag rövid időn belül, pár emberöltön belül, a kevés mozgás, a zöldségek, gyümölcsök háttérbe szorulása, a felesleges, nem hasznosulandó élelmiszerek előtérbe kerülnek, cukrozott üdítők, és így tovább, amiről valójában talán tudjuk, hogy nem egészséges, de mégis gyakran fogyasztjuk. Tehát az életmód, a kevés mozgás, rossz táplálkozás, a legtöbb cukorbetegség mögött ez áll, de hát a közvetlen környezet és hát a öröklődés is fontos lehet. A Cukorbetegek Nyíregyházi Egyesület által szervezett eseményen ingyenes vércukorszint és vérnyomásméréssel, valamint ismeretterjesztő előadásokkal is várták az érdeklődőket. Nagyon fontosnak tartom, hogy a cukorbetegség időben felismerve a szövődmények elkerülhetők legyenek. Most ezt szeretném megméretni, a cukor állapotomat. Az eseményen adománygyűjtést is rendezett az Egyesület, az ebből befolyt pénzösszegeket a cukorbetegség kiszűrésére és a betegek oktatására fordítja majd a szervezet.